Hogyan fogja kiszámolni ezt a bizonyos piaci árat a magyar fogyasztók számára szolgáltató? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, és én igazság szerint azt várnám, hogy valamilyen fogyasztóvédelmi érdekközösség nekiálljon, és azt mondja, azt mondja mondjuk a Magyar Energia és Közműszabályozási Hivatalnak, hogy ti egyébként megnéztétek, hogy az MVM, amit nekem ad gázt, ő ahhoz milyen áron jutott hozzá, mert az, hogy most mi van a piacon, az egy dolog, de mindig elszoktam szoktam mondani, hogy az nem úgy van, hogy az MVN fogja a kis kosárkáját, és akkor elkocog a világpiacra, vagy épp az európai gázpiacra, és akkor veszek holnapra 20 millió köbméter gázt. Ezek hosszú és rövid távú szerződések, amiben rögzítve van az ár, és ezek a, azok az árak, amiket most látunk a piacon, az nem az az ár, mint amennyiért ő most belerakja az én gázcsövembe a hozzám érkező gázt. Ezt azért Tartunk ilyen hivatalokat, az Energiahivatalnak ez a feladata, hogy ezt ellenőrizze vissza. Hozd be a szerződéseit, mutasd meg, mennyi köbmétert vettél, stb., melyik nap mennyit adtál be, akkor az ahhoz kalkulált ár az így kijön. De innentől kezdve nem tudjuk azt megmondani, hogy mi ez az úgynevezett lakossági piaci Kvázi azt mondanak, amit akarnak, mert nincs rá érdekképviseletünk, hogy ezt visszaellenőrizhessük. Ma is elhangzott a, a külügyminisztert, hogy azért nem árulják az orosz gáz szerződésnek a beltartalmát, mert az üzleti titkot sértene, és akkor ez káros lenne. Való igaz, nem szoktunk üzleti szerződéseket kirakni az asztalra, de ha más nem, legalább az a hivatal, ami erre fölkent, annak meg kell adni azt a jogot, hogy ő viszont beletekinthessen, hiszen nagyon sok olyan hivatal van, ami beletekinthet üzletileg titkos dokumentációkba is. Ez is olyan. És azt elképzelhetőnek tartja, hogy tovább emeli a kormány az energiárat, azaz az úgynevezett lakó piaci mert az elmúlt napokban például, hogy figyeltem, a villamosenergia ára egyszer csak megugrott, bár lehet, hogy csak átmeneti jelleggel, aztán éppen a napokban a gázára elkezdett valamennyire süllyedni. Tehát ha ezekhez igazodik, bárha beszerezte, azt mondja, a beszerzés mindenkori ára a mérvadó. Szóval mi lesz? Ragaszkodik majd ezekhez az árakhoz, vagy tovább emeli a kormány? Ugye az oroszok fenyegetnek minket még nagyobb áremeléssel, aminek megpróbál e, féket vagy gátat vetni a, a G7 is, meg az Európai Uniós vezetők is. Én szerintem sikerrel. Kérdés, hogy mondjuk ez a gátvetés, ez meddig fog tartani? De akkor ez azt jelenti, hogy lehet, hogy a villamos energiára nem kétszeresre, hanem háromszorosára nő, vagy a gázára nem hétszeresére, hanem még magasabb? Könnyen elképzelhető, igen, sajnos. Ezért mondtam azt a legelején, hogy lesz gáz, lesz villany, csak nem biztos, hogy meg fogjuk tudni fizetni. A jelenlegi tendenciák arra mutatnak, hogy nem, és itt kellene a kormánynak beavatkozni, és azt mondani, hogy aki erre nem képes, azt én kifogom segíteni. Nem azt mondom, hogy az árba nyúlok bele, mert az ár az ár. E, aki ezt beszerzi, annak is meg kell élni ebből. Az, amiből e... tudja a kormány kisegíteni azokat, hát akik egyszerű, a költségvetésből. A költségben. Miből tudja kisegíteni a norvég kormány? A költségvetésből. E, nem másra kell költeni, nem kell olyanokra költeni, amik most ö, tűrnek halasztást.